Gwyn Jack, utolsó rendkívüli megbízatása. Greenwichi idő szerint 3:05 egy 32 kg plutóniumot szállító teherautót loptak el egy nukleáris bázisról Horvátország közelében. Értesüléseink szerint Stavros és szervezete az irakiaknak akarja eladni 24 órán belül. Cél biztonságban visszajuttatni a plutóniumot a bázisunkra. Tűnés az útból! Telefonja van, uram! Gwyn bejutott. Műholdképpen látjuk, hogy már úton van. Az anyját! Jó kis út lesz. Gwynnek 14 órája van, hogy elérje a határt. Ha sikerül neki, végleg lemondhat. Nyerő páros. Dél-Franciaország 3 évvel később. Jack, felvennéd? Ah. Catherine! Ez a nyavajás tehened útban van. Az nem tehén, Jack, hanem hattyú. Teljesen mindegy. Akkor is útban volt. Szóval útban volt. Atyú gyönyörű. És te is az vagy.
De már nem sokáig. Akkor is szexis marac. Egy kicsit dundibb, egy kicsit puhább. Jack, a gyerek. Tényleg ezt akarjuk? Hát persze. Bonjour, Jack. Van főbejárat is. A hátsó ajtó biztonságosabb, te tudod a legjobban. Hogy találtál meg? Sosem vesztettünk szem elől. Akkor tudod, hogy visszavonultam. Ugyan, ne hülyéskedj már, meddig akarsz gyönyörködni itt a napleventében? Te vérbeli vadász vagy, vald be! Hiányzik az izgalom. Te ezt nem érted. Nekem ez érzelmi ügy. De neked? Politikai. Ugyan már. Minden politika. Az hozza a pénzt, az teremt lehetőségeket. Érzelmi indítékkel? Azt is megkaphatod. Stavros visszatért, és mi élve akarjuk. Mindent tudni akarunk róla. Neveket, menekülési útvonalakat, ezért van rá szükségünk. Annyi éve üldözött, hogy te ismered a legjobban. Csak te tudod, hogy dolgozik. Figyelj ide. Ez az utolsó lehetőséged. Egy delta csoport vár rád Antwerpenben. Lásd már be, hogy addig nem szállhatsz ki, amíg el nem kapod. Róma. Most Quinn visszatér, vagy nem? Nem tudom. Talán tényleg visszavonult. Ha igen, akkor áttérünk a B-tervre. Told előre az üvést. Nincs elég hely itt hátul. Ti CIA-sok persze megszoktátok a szorongató helyzeteket, igaz? Szóval lecsaptatok pár kábítószeres bandára a harmadik világban. Tanúskodtál a kongresszus előtt, kineveztek igazgató helyettesnek. Térjen a tárgyra! A lényeg az, hogy kispisis vagy. Csak egy dologra voltál jó, hogy visszahozt Quint. Nagy kihívás ez nekem. Állj meg itt! Amúgy hagytam neked egy kis ajándékot. Ah! Hogy jutok ki innen? Segítség! Segítség! Antwerpen. Ciao, Simi! Jól nézel ki! Komoly! Ne mondd, hogy nem veszélyes. És hogy itthon leszel 36 órán belül. Elnézést, azt keresem. Elnézést, azt keresem. Ó, ez biztos, hogy fájt. Ez fájt. Meg ezek is. De ez itt a legszebb. Hát te ki vagy? Akit keresel. Te? Csak nem a külső alapján ítélsz. Utálom az ilyet. Ki csinálja a sírót? Siegfried vagy Roy? Aki cikizni meri a hajamat, azt én jól segbe kúrom. Engem nem érdekelnek a szexuális szokásaid. Élveztem a társalgást. De ki a fene vagy te? Jack Quinn. Ha táncolni akarsz, szépen kérj.
Csak ellenőrzöm a személyazonosságát, Mr. Quinn. Beszarok. Az élő legenda. Úgy hallottam, kiszálltál, Jack. Hűha. A Mikulás műhelye. Ez ki? Rudolf a rénszarvas? Rénszarvas az nincs, de a legjobb manókkal dolgoztatok. Ajándékcsomag a rossz fiúknak? Én már nem seftelek a rossz fiúkkal. Kizárólag a jókkal. Mondd meg, hogy mi kell. Itt még olyat is megtalálsz, ami nem létezik. Mindig a csatári a dicsőség. De a védő nyeri a meccset. Elfogadok készpénzt, aranyat. Te nyitottad ki? Igen. Feküdj! Nem fogadok el csekket. Nálam alapszabály. Amit tönkre teszel, kifizeted. Világos? Uraim, ő itt Delta 1. Felejtsék el, hogy látták. Ő itt Mr. Yami. Az információi szerint Stavros holnap délután valahol itt bukkan fel. Egy vidám park. Ki a mesterlövész? Én leszek az uram. Tud vele bánni? Át lett alakítva, most kábító lövedéket lő. Eltalál vele egy embert 200 méterről? Ezzel még egy kolibri bögyörőjét is, uram. Olyan, mint a kígyó. Ha a szemébe néznek, hátulról támad. Ha azonosítottuk Stavrost, mindenki elfoglalja a helyét. Csak egyszer lőhetünk. Két nyíl végez egy emberrel, három akár egy rinocérosszal is. De Stavrost élve akarja. Delta 5, ellenőrizze a két arab nőt a körhintánál. Rajta vagyok. Történik. Bravo 1-es, megvan Stavros. Északi parkoló, szürke Mercedes. Három férfi kiszáll, a sofőr a kocsiban marad. Hadd jöjjenek, Bravo. Delta 2-es és 5-ös menjenek B-körbe. A többiek maradjanak. Vettem Delta 1. 30 perc múlva. Jó, de pont egy ilyen estén. Ma este kell megtenni. Ez így túl könnyű. Teljesen befogtam. Rajta vagyok. Felkészültem a lövésre. Ez nem Stavros. Ő balkezes. Stavros balkezes! Uram! A sofőr. Keressék a sofőrt! Mindenki menjen vissza a helyére! Jöjjenek, hölgyeim és uraim, jöjjenek! Csak állabál! Mindenkit szeretettel várunk! Figyeljük a kijáratokat! Megvan. Vettem! A Tigris ketrecnél! Ki ez a nő? Valamit rejteget. Bomba is lehet. Úristen! Teljesen befogtam, Delta 1. Delta 2 és 5 a helyén, uram. Készen állunk az elfogására. Delta 1! Mibe vár, Delta 1? Készen állunk!
A parancsra várunk. Hilma vette. Mire vár még? Stavros elmegy! A fenébe futás! Futás! Már túl késő! Harmadik fázisba lépünk! Az anyja azt mondta, a legjobban azt szerette a világon, ha hétvégeken a kis pónián lovagolt. Imádott lovagolni rajta.
A póninak hiányozni fog a fiam. Én profi vagyok, Quinn. Öltem már, nagyon sokszor öltem. De a legtöbb görény, akit megöltem, megérdemelte a halált. A kisfiam csak 6 éves volt, mister. A kisfiam még csak 6 éves volt. Számomra mostantól ez magánügy. A bentlakásra váró jelölt neve Quinn, Jack Paul. Született 1959. 22 évesen lépett külügyi szolgálatba. Robbantási, nyomozói és megtorló akciók szakértője. Specialitása antiterrorizmus. Utolsó megbízása Stavros elfogása. 19-es videórészlet. Antwerpeni akció. Quinn ügynöknek kiváló lehetősége lett volna, hogy elfogja. De a célpont megszökött. Puhány lett. És az ilyen ügynök veszélyes. De joga van rá, hogy itt éljen a kolóniában. Nem! Ha nem működik együtt velünk, egy lehetősége marad. Az ideggáz. Fájdalommentes, ugyanakkor hatásos. De felesleges, hisz már úgyis halott. Ezt mondtuk a feleségének és mindenkinek. Ha élni akar, tegye a hüvelykujját a szkennerre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Az azonosítás megtörtént. Köszönöm, Mr. Quinn. Ugye nem is volt olyan nehéz. Jack, örülök, hogy csatlakozik hozzánk. Alex Goldsmith. Az adószakértő. Magát megölték. 6 évvel ezelőtt. Te jó ég, már 6 éve lenne. Hát igen. Jöjjön velem, a barátaim szeretnék megismerni. Uraim, ismerjék meg a híres Jack Quinn-t. Örülök, hogy sikerült, Quinn. Moshe Levant Libanonban halt meg. Beirutban.
Akkor mindannyian ügynökök. Vagy volt ügynökök. Vagy volt ellenségek. Megölni minket rossz üzlet lenne, elengedni meg túl veszélyes. Isten hozta a kolóniában. Quinn. Stahl. Igen, értem. Stahl, elég! Tudja, hogy tilos az erőszak! De Tuzlában megöltem. Úgy látszik, hogy mégsem. Ki nem állhatom ezt az embert. Jack, ezt mindig viselnie kell. Rendkívül egyszerű eszköz. Óra és csipogó. Informálja, hogy mikor és hol legyen. Ha meghallja a jelzést, válaszolnia kell. Mi vagyunk az agytrözt, Jack. A világ összes adatbázisával kapcsolatban állunk. Elemezzük a terrorista akciókat, és tanácsokat adunk megbízón kormányának. Mi vagyunk a végső védelmi pont a terrorizmus elhárításában. Senki sem tud a létezésünkről. Nos, mi a mai menü? Egy 747-es repülőgép roncsait látja, ami San Franciscóból Szöulba, Dél-Koreába menet zuhant le. A jeleket a zuhanás helyszínéről kapjuk. A fejhallgatót, és a keze végig legyen a szkenneren. Figyelem, uraim! TV-közvetítés Washingtonból. A külügyminiszter közleményét olvasom fel a tragédiával kapcsolatban. Kérdésekre nem válaszolok. A fedélzeten lévő 176 utas közül nincs túlélő. A CIA szerint a gépet észak-koreaiak lőtték le, és ez terrorista cselekménynek számít. A külügyminiszter véleménye is ez. Később sajtóértekezleten tájékoztatja önöket. A koreaiak elutasítják a vádat. Az amerikai elnök a szövetségeseivel tárgyal. Jack, a hasznosságát attól tesszük függővé, hogyan tudja elemezni az adatokat válság idején. Végül is ez létezésünk értelme. Köszönjük. Motorhiba is okozhatta. Gyorsan és teljesen megsemmisült. Most kaptuk meg a 747-es pilóta fülkéjében készült magnófelvételt. Pacific Center 329-re ül váratlan forgalom. Ajaj, kellemetlen lenne, ha Korea ilyen technikával rendelkezne. Esetleg van más lehetőség? Szerintem Cooper lehet a... Senki, uraim! Az elemzés alátámasztja a jelentést, Moise. Bevesszük? Nem hiszem. Hazudik. Valamit eltitkol. Szerintem tudják az okát. Nézzük újra a műholdképet. Álljunk meg! Mi ez? Nézzék, egy árnyék! Ez az! A felderítés! Nem, egy F4-es vadászgép. A szimulátorba vegye fel lehetőségként. Ha túl közel van, a szkenner nem jelzi. Észak-Korea kiszúrta az F4-est, és lelőtt az utasszállítót. Amerika tehát egy utasszállítóval álcázta a vadászgépet. Átverték a koreaiakat, hogy megfigyelhessenek egy támaszpontot. Ötletes akció. Ügyes volt, Jack. Víz alatti lézerek. Lézerek. Egy méterre a víz felszíne alatt.
mindent elpusztít, ami csak hozzáér. Ha nem a lézer, akkor az áramlás végez velünk. Mindenre gondoltak. Még senki se szökött meg? Soha? Senki. Legutoljára Bryce próbálta meg. Még a lézer elhelyezése előtt. 48 órával élte túl szegény. Az őrzője végzett vele. Minden bent lakónak van egy őrzője. Senki se tudja, ki az. Az ő feladata, hogy figyelje a jelölt magatartását, viselkedését, munkáját, meg e féléket. Ha a bentlakó szökni próbál, az őrzőjének végeznie kell vele. Hogyan tudták titokban tartani ezt a helyet? Elektronikus eszközökkel kinyomozhatatlanok vagyunk. Zavarom. Beszélhetnénk? Igen. Maria Fiorelli vagyok a Luna Galériából, Rómából. Múlt héten beszéltünk. Csodás híreim vannak. Kiállítást szeretnék rendezni a szobraiból. Megvan leszve, igaz? Ez érthető is. Akkor holnap reggel már el is küldöm önnek a repülőjegyet, rendben? Öt percük van, hogy jelentkezzenek a szobájukban, uraim. Hét, hat, öt, négy, három, kettő, egy. Köszönöm, Mr. Quinn. Kérem, várjon az adatok feldolgozásáig. A lézereket kikapcsoltuk. Gyerünk! Mehetünk! Boldog születésnapot. Signora, e 14.000 lire, per piacere. Grazie. Üdvözlöm, Maria Fiorelli vagyok. Ah. Beszéltünk telefonon, jöjjön. Örülök, hogy végre elfogadta az ajánlatunkat. Igazán hízelgő, és roppant bőkezőek, csak tudja, nekem most nehéz... Hogy? Nem akarja nálunk bemutatni a munkáit? Talán más ajánlata van? Nem, dehogy. Csak alig 4 hónapja, hogy a férjem. Igen, tudom. Szörnyű nehéz lehet most magának, de talán ez új fejezetet nyithat az életében.
Inkább az a gond, hogy nem költözhetek Rómába. El kéne adnom a házat. Róma pedig olyan drága. Lakhat nyugodtan velünk a Reginában. Rengeteg hely van. A babával a legjobb ellátásban részesülnek, majd efelől biztosítom. Ma este találkozhat a galéria tulajdonossal. Már régóta szeretné megismerni. Minden jel Stavrosra utal. Korábbi feltevéseinket igazolja Stavros tevékenységéről. Elsősorban azt kell megtudnunk, hogy ki pénzeli. Ennek fényében izgatottan várjuk elemzésüket. Vingan pronto. Szokatlan, hogy senki sem vállalja a felelősséget. A helyszín Barcelona. Az algériaiak befolyása alatt van. Ők nem tudják megfizetni Stavrost. Lehet, hogy személyes bosszú. Stavros egyedül dolgozik. Miért tenni? Tegyük föl, hogy egy őrült magánakciója. Több csoport működik Spanyolországban. Mi a véleménye, Jack? Jack? Nem. Nem? Jack, várjuk a magyarázatát. Ez nem ő, nem Stavros. Valaki utánozza. Én is elkaphattam volna Stavrost, de nekem se sikerült. Ő az utolsó tartozásom. Ő szabadon kószál, én meg ide vagyok láncolva. Maga volt az utolsó reménységünk. Az egyetlen, aki elég jó ahhoz, hogy elkaphassa. Ő mit tud erről a helyről? Sejtelmünk sincs. Pontosan ezért veszélyes. Szerte a világon mindenhol őt alkalmazzák. Ha nehéz munkáról van szó, Stavrost hívják. Nevetséges. Amikor a szövetségesünk volt, hősnek tartottuk. Most, hogy másnak dolgozik, bűnöző. Így megy ez. Kiment a divatból. Sajnos meg kell válnunk a gyönyörű hattyújától. Bátorkodtam megduplázni az árat. A férjem imádta ezt a hattyút. Pedig tehénnek nézte. Huh?
percük van, uraim, hogy jelentkezzenek a szobájukban. Három, kettő, egy. Köszönöm, Mr. Queen. Segíts a kábellel! Most mit csinálja? Lazítsd meg! És most húzd! Jó, megvan! Kapcsolják be az öveket, hamarosan leszállunk. Ki az őrzője?
Hát te meg hogy kerülsz ide? Úgy hallottam, eltüntettek. Pár fegyver kéne. Leltár miatt zárva. De most már nyitva. Beszéljük meg. Kéne pár stukker. Van néhány új. Tetszeni fog. Tutira te leszel a legnagyobb menő a környéken. Nézd meg ezt. Lézeres. Teljesen automata. Csak kéne hozzá egy tok. Nézd, milyen szépek. Tudsz repülőt vezetni? Mint állat. Csak hogy maradok a valagamon, haver. Új kézigránátjaim is vannak. Hoztál pénzt? Később fizetek. Hoppá, jut eszembe, 7 nap a várakozás. Nagyon köszönöm. Komoly, nem linkelek. Sajnálom, haver, ki vagy golyózva. Halottaknak nincs hitel. Adok neked 3 CIA bankszámlát. Ha megkapom az árut, megadom a kódokat. Nem is tudom. Valahogy gázt szimatolok. Egye fene. Bírom a balhét. Micsoda, mit beszélsz? Ez jobb, mint egy ejtőernyő. Biztos vagy benne, hogy működik? Na, hogy működik? Biztos? Hát persze! Tuti, hogy működik? Tuti! Tuti! Figyelj, ha kinyifalsz, visszafizetem. Bízz bennem! Sok szerencsét! Kösz! Mit csinálsz? Add a kezed! A lábam nem jó! Ennyit tudsz nyújtani? Próbáljunk ki valami mást! Ez már szerelem! Vigyázz a kezedre! Mindjárt elsül a farkam! Mi van veled? Megvesztél? Tisztára lökött vagy! Lököttebb, mint a fodrászom! Kipróbáltad teszt? Kipróbáltad? Mi a fenének? Én csináltam! Akkor az üzletben találkozunk. Talán megadom a kódokat. Mi az, hogy talán? Bízz bennem! Nyalt ki! Igen, Catherine. Megyek már. Egy pillanat.
lennék ezzel a kocsival, egy kicsit döcögős. Örülök, hogy még tudsz játszani. Azt ajánlom, menj a Hotel Navonába, Rómában. A baba holnapra várható. Ez a szívverése. Neki is. Nem mennék ezzel a kocsival, egy kicsit döcögős. Örülök, hogy még tudsz játszani. Azt ajánlom, menj a Hotel Navonába, Rómában. A baba holnapra várható. Ez a szívverése. Neki is. Nem mennék ezzel a kocsival, egy kicsit döcögős. Hoppá! Örülök, ne csezd el a dukkózást! Azt ajánlom, menj a Hotel Navonába, Rómában. A baba holnapra kösz. Várható. Ugyan, csak a befektetésemre vigyázok. Nekem ez túl veszélyes. Mondd meg a kódszámokat most! Nem mennék ezzel a kocsival egy kicsit... A kocsiban bomba van. Sürgősen el kell jutnom Rómába. Fuvarra gondolsz? Vannak kapcsolataim. Mondtam neked, ha meg tudják csinálni, ellopom. Akkor miért nem loptál nagyobbat? Gondoltam, el akarsz vegyülni. Á, értem, szóval ezért ilyen a szerkód. Most mi bajod a szerkómmal? Úgy nézel ki, mint egy fülbevalós répa. Ne! Rohadt biciklisták! Tűnés! Elcsíptem őket. A Rómába vezető strádán vannak. Ez előrelátható volt. Queen felesége a Hotel Reginában van. Ragyogó, beindult a játék. Jaj, de én annyira szeretlek! Te minden lány szeret Rómában, csak áltadsz engem! Nem, én csak téged szeretlek! Igen? Akkor bizonyítsd be! Cosa c'è qui de portare? Jött valami Jack Winnek? Sì, sì, signor, ordine. Köszönöm. Persze, kérem, így nyugodtan letehetik a nevére. Ez volt neked a portán, Queen. Nézzük, biztos nem bomba. Talán a kódszámok. Bírnám, ha fizetnél. A bankszámlaszámok hamisak. Értsd meg. Persze, sejthettem volna. Miért hazudsz nekem? Ez a kolónia nem is létezik, ugye? Ennek nincs köze a kolóniához. Mi a fene ez? Ultrahang felvétel. A fiam. Stavrosnál van a fiam. Menj vissza Antwerpenbe, megszerzem a pénzt. És kifizetlek. Queen, tartsd meg a pénzed! Miért nem ezzel kezdted? Miért érdekel? Te úgyis mindig védő vagy. Ideje elkezdeni. A legjobb védekezés a támadás, igaz? Igaz. Stavros állítja fel a játékszabályokat. Ha követjük, a fiam is, a feleségem halott. E-mailt akarsz küldeni? Minden hírszerző elolvassa majd New Yorkban. Mi a terved? Tervem az nincs, de Stavros ezt nem tudja. Azt hiszi, hogy van, és aszerint cselekszik. És elmegy a találkára. Ha elmegy, egyenesen Catherinehez visz minket. Stavros, ezt nézd meg! Ügyes ez a Queen. És roppant érzékeny. Talán majd máskor másutt. Már túl késő. Kórházba viszem, ott biztonságosabb. Igen, vettem, a helyemen vagyok. Nézze meg ezt, uram.
Kész cirkusz, mindenki itt van. Ott a Mossad. Pár helyi ügynök a sarkon. Még a lovas rendőrök is itt vannak. Te jóságos ég, telt ház van. Jaj, elnézést, bocsánat. Menjen csak tovább! De... Szóval, úgy tűnik a terved nem jött be. Csigavér, itt lesz. A segítség kell, van egy testvérem. Van egy testvéred? Van egy testvérem a San Camini kápolnában. Ne! Éppen ezt akarja! Catherine! Ne! Tudod mit, Jack? Én sosem szegem meg az ígéretem. Soha. És hogy addig se aggódj, ígérem, hogy küldök meghívót a gyerek keresztelőjére. Feketében gyere. Engedd el a feleségem. Vigyél engem. Tudod, úgy tervezem, hogy mind a hárman sorra kerültök. Látom Stavrost és Quint. Vettem. Vége. Alerta! Kiestél, öcsi? Bizti? Ez fent van! Ott már bent van! Ez 5 pontos dobás volt.
Hé! Hey! Hol a feleségem? Fogalmam sincs, hogy miről beszél. A 122-es, gyorsan! Jack. Ne féljen, Catherine. Minden rendben lesz. Maguk kicsodák. Menjen. Jó. Ne féljen, nem lesz semmi baj. Az is csak egy Jack jönni fog. Intézd el őket. Azt se tudja, fiú-e vagy lány. Buonasera, atyám. A barátomat keresem, a neve... Soha nem láttam még ilyen falat. Miből van? Testvéreink csontjából. Ön Jász testvérünk barátja. Ő rengeteg szívességet tett a rendünknek. Többek között ezt a fantasztikus kompjútert is neki köszönhetjük. Mizus! 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 Ő az én Reguló testvérem. Ő meg Romoló testvérem. Ő pedig Quinn testvérem.
Testvéreim 500 évre visszamenően gyűjtenek adatokat Rómáról. Fantasztikusan menő a rendszer. Computer buzik. Már nyomozzák a receptet, amit találtál. Á, igen. Ma che cosa è questo? Che significa? Io non capisco. Internet. 7 orvos írta fel ugyanezt a receptet az utóbbi pár napban. Most meg mi történt? Ez egy külső jelzés. Mi az, bekrepál? Hát ez meg honnan jöhetett? Megengedi? Beérkező üzenet. Köszönöm az áldást, Jack. Valahol itt van lent. Ezek a régiségek egy vagyont érnek. Spirituális értelemben. Most a Tevere folyó alatt vagyunk. Az alagútnak ez a szakasza a sziget alatt megy. Ez elvisz a kórházba, és így nem kell a hídon átmenni. Stavros az embereit a hídon helyezte el. Sok szerencsét. Sok szerencsét. Köszönöm, testvéreim. Majd az interneten üzenek, testvéreim. Várom az e-mailedet. Ez az, nyomja! Nyomja! A fenébe, ez nem nyílik. Várj, talán lesz valami a zsebemben. Mit van? Hát ez meg mi? A szerencse pénzem, a szerencse detonátorom és a szerencse plasztikbombám. Szentex. Bizony az. Jobb, mint a szigetelő. A felkészülés, haver, nagyon fontos. Mindig legyen kéznél a megfelelő szerszám. Mindenre fel kell készülni. A francban nincs elég drót. A felkészülés a legfontosabb. Várj csak! Keressünk egy követ. Ne haragudj, nem ezt célért teszem. Kösz! Hoppá, ez nem talált. Még gyakorolnod kéne. Utálok gyakorolni, de kétszer sosem vétem el. A kisbabám. Szigeten van. Persze, hogy ott van. Kell egy kis idő, várj 60 másodpercig. És nyírt ki mind a két nőt. Mász fel! Menj, 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 menj! Óvatosan, mert még a kórházban végzett. Hallottál valamit? Hol? Fent! Let's go.
Én vagyok az. Én vagyok az. Te vagy az. Te vagy az. Gyerünk. Írtó nagy a csend ebben a kórházban. Intézz csak el. Itt vannak valahol, hallottam. Gyerünk! Gyerünk! Márko, mi az Isten csinálsz? Ez kórház, itt nem futkosunk. Csendben! Feküdj! Hadd segítsem le! Mi folyik itt? Ne, Jack! Ő mentett meg! Azt mondták, hogy meghaltál. Semmi baj. Itt vagyok. Itt vagyok. Semmi baj. Stavros. Hol van? Hol van a fiunk? Hol van a fiam? Én tudom, hol vannak. Menj a fiadért. Én vigyázok Ketire. Köszönöm. Tartozol nekem. Dobd el szépen, vagy vége a bulinak. Tudod, Jack... Ugye szólíthatlak Jacknek? Fogadok, nincs olyan éjszaka, hogy úgy hunyd le a szemed. Hogy ne lásd a kisfiam arcát. Adok neked egy lehetőséget, hogy megmentsd a fiadat. Ha a mai napot túléled, felnevelheted őt. Ha nem éled túl, a sajátomként nevelem fel. Az ember erős, Jack. Te a tigris még erősebb. Vigyázz, hogy hová lépsz. Semmi baj, ha az aknára lépsz. De ha lelépsz róla, robban. Gyere! Gyere csak! Ezbet hogy kerül ide?
Jász! A keresztek aknák! Külön nem bulizol, kicsim, oké? Okay? Visszatérek. A gyerek biztonságban van. Tűnjünk innen, mielőtt még felrobban. Te vigyázz a fiamra. Én elintézem Stavrost. Emeld a lábad, szoloskám, mert ez az akna kiontja a beled. Hmm.
Rossz helyre léptél, Jack. Most aztán vigyázz, hol a lábad. Úgy tűnik, inkább te vagy szarban, Stavros. Elfelejtettem szólni, de remélem nem haragszol. Kiástad itt a lyukakat, szépen megjelölted őket, meg aztán tudom, az akna sem olcsó, de azért én átraktam pár keresztet. Bucsika. Jász! Mögötted van! Ajaj! Jász! Hol van a fiam? Hol a fiam? Megkeresem, megkeresem! Az előbb még itt volt! Jack! Jaj, a sírom. Mindenki jól van? Én vagyok az. A papa. Szeretnék emlékezni a római vakációmra. Adjon valami emléket. Vágjon le egy tincset a hajából. Az ingéből is egy darabot. Queen, tetszeni fog neked. Egy emlék tőlem. Talán magának is szerencsét hoz. De a hajamból egy tincset sem adok, Mr. Goldsmite. Maga kézbűvész, Mr. Yaz. Most rajtam a sor, hogy eltűnjek. Halihó. Halihó. Fogadok, hogy ezért is engem hibáztatnak majd. Kíváncsi vagyok, mennyi lesz a bírság. Magyar hangok. Galambos Péter, Kálid Artúr, Kristóf Tibor, Varga Tamás, Szabó Sipos Barnabás, Détár Enikő, Kéri Kitti, Csuha Lajos. Magyar szöveg Soproni Klára.
Vágó Simkó Ferenc. Hangmérnök Peller Károly. Gyártásvezető Gelencsér Adrien. Szinkron